Bun, deci continuăm mai departe prezentarea domnului doctor Haga Dijdeineș. Să vedem ce ne mai spune. A következő kérdés, nem szépen, ami nem csak ország szerte, hanem világ szerte óriási probléma. Următoarea întrebare este o problemă, nu numai la nivel de țară, ci și la nivel global. Világszerte azt lehet mondani, hogy a folyók szabályozása a hajózhatóság érdekében, az árvízvédelem érdekében Globál uh, természetesen a rurilor pentru a, a fi navigabile. Túlméretezet lett, fogalmazzunk így. És csak két példát mondok. Magyarországon, illetve nálatok is Szerbiában két meghatározó folyó van, a Duna meg a Tisza. În Ungaria, dar și si în Serbia, eu acum mă refer și si în România, fiindcă și si România, și uh, prin România trece Dunărea. Meg ugye ennek a mellék folyó rendszere. Și si afluenții acestor râuri, Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Duna 6 méterrel lentebb folyik, mint az 1800-as évek végén. Dunarea curge 6 metri mai jos față de, de anii 1800. A Tisza 4 méterrel lentebb folyik. Iar Tisza curge cu 4 metri mai jos. Pont a szabályozás miatt. Tocmai din cauza gestiunilor. Gyorsabb folyású lett, kisebb mederbe szorították. Mit csinált? Folyamatosan mélyíti a medrét, a Duna és a Tisza is. A Dunán még egy nagyon érdekes jelenség van, mégpedig az, hogy az építőiparhoz rengeteg Duna kavicsot. A probléma a Dunára ima este și uh, că se ia pentru construcții, astfel se adâncește a zona în care curge Dunărea, szállítanak. Ezt folyamatos kotrással érik el, és a folyamatos kotrás miatt a meder folyamatosan mélyül. Azt fel albia Dunari, se tot adâncește. Tegyük fel a kérdést. Hová tűnt az Alföldről a talajvíz? Acum să ne punem întrebarea unde a dispărut apa freatică. Hát a víz nem hülye. Mint néhány szakemberünk. Csak specialist. Mert a víz fölfele nem folyik, kérem szépen. Csikápán passzakurga. A víz csak lefele folyik. Mit csinált a Duna is, meg a Tisza is. Leszívta a talajvizet a saját vízszintjéhez képest. És és cu a a a És kérem szépen ez megdöbbentő, mert a növények egy része képes arra, hogy a talajvízszintet, ha elérem, a nyugvó talajvízszintet, a karó gyökerzetén keresztül föl tudja onnan szívni a vizet, még a legnagyobb baszályban is túlél. Deci, că unele plante ar avea nevoie de acest apă freatică, dar poate să trag apa din sol și astfel pot supraviețui. Și minden növénynek más és más a gyökérzet mélysége. Și fiecare plantă are rădăcinile la o anumită adâncime. Az akácii 12-13 métert képes A szőlő is egyébként ilyen. és a Tehát a szőlőt kiszáradni nagyon ritkán látjátok. Akkor fog a szőlő kiszáradni, hogyha a nyugvó talajvízszint elszalad. Csik a víli szint se Ci uh, apa freatică trebuie dispară dintr-o dată. És 12 meter alá csökken a talaj vízszint. Gyak și se scad apa freatică sub 12 metri adincime. Gyakorlatilag a szőlő ilyen esetben veszélyeztetett növény lesz, mert hogyha nincs elég csapadék, képes kiszáradni. Iar dacă această apă freatică scade la acea îndingime și nu există ploi, atunci se poate usca și vede vie. De azokon a területeken, ahol a nyugvó talajvízszint szint úgymond 4 méter, 5 méter, ott vígan eléri. De a zone, apa este la 4-5 atinge Az akát szintén ez a növény. este De nézzétek meg például, a nagyon érdekes, most a házi kertekben lehetett látni, hogy nem ide való növények a buksusok. Și că în grădini se pot observa uh, niște plante care nu aparțin acestor teritorii, nu știu cum se numește în românește, uh, se referă la buxus, cine știe, poate să las un comentariu. Meg a különféle, tuia Și diferite plante de tuia, cred că ceva plante decorative. azoknak a gyökere sekélyen gyökerezik, hát ő ahhoz van szokva a saját területén, hogy a felszínen gyökerezik, a felszínen folyamatosan van csapadék, azt eléri. Aceste plante sunt obișnuite a la suprafață să aibă umiditate și sunt să tot timpul precipitații atinge. De itt, hogyha gyakorlatilag eltűnt a talajból a, a víz, szerencsétlennek nincs más hátra, mint ki kell, hogy száradjon. De, de ha a uh, respectiv aceste plante se vor usca. És ki is száradtak. Ez nagyon szépen lehet látni. Tehát a nyugvó talajvíz szinten, ha nem foglalkozunk, és nem szabad politikát csinálni abból, hogy Emlékeztek Bős Nagymaros esetén, politikai csatározásnak a szintere lett egy szakmai kérdés, és nem is építették meg Bős Nagymarost. A szlovákok igen, Magyarországon nem. Viszont ez azt eredményezte, hogy gyakorlatilag Magyarországon ez a probléma továbbra sem lett megoldva, mert Bős Nagymarosnak nem az lett volna az elsődleges érdeke vagy szempontja, hogy megduzzasztják a Dunának a vízszintjét ott a fölső csücsökben. A in Hanem az lett volna az egyik, ugye az áramtermelés, és Magyarország áramtermelésének a 15%-át tudta volna. A că vorbește despre centralele electrice care a Ungaria. Deci au vrut să au avut în proiect o centrală electrică care nu a realizat. A hanem a másik ami nagy terv volt, hogy egy méter vastagságú csővezetéken keresztül az öntözést bizonyos területen meg lehetett volna oldani gravitációs úton. Și au avut în plan să cu niște țepi să Pont. Ez, ez elmaradt. Ja, no, ez lukorunk, no, 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 És a lényeg az, hogy eredetileg a Dunán, amikor az eredeti tervek készültek a Dunaszabályozásnak a tervei még 1800-as években öt dunai vízlépcsőt terveztek a magyarországi szakaszon. Mondjuk akkor Magyarország még kicsit nagyobb volt. És a lényeg az, hogy. E Au vrut 5 zóna cinci zone Dunărea, adică zona Dunării, probabil pe unde curgea Dunărea, 1800. Ezekből egy sem épült meg. Și n-au construit Miért tervezték ezeket a vízlépcsőket? Mert a talajvízszint csökkenését már akkor megjósolták. Și de ce au avut să facă acest plan? că se referă la niște baraje, cinci baraje pe Dunăre. Aceste baraje nu s-au dar de ce au vrut să facă aceste baraje? Fiindcă de atunci s-a observat că Dunărea curge uh, mai, mai jos. Ennyi. Ez ugyanígy igaz a ti területetekre is, mert hallottam, hogy ugye kiszáradtak a csatornák, egyebek, ez nem véletlen van. Tehát a nyugvó talajvíz szinten igenis foglalkozni kéne, mert a mezőgazdasági tartalékok ott vannak. Nem az a megoldás, kérem szépen, hogy csőkutakból öntözünk. A csőkutból való öntözéssel mit érünk el? Csika, nem ezt a szolúció, A szomszédnak a vizét elhasználom. Ce vom face cu aceste fântâni? Pur și simplu luăm uh, apa vecinului, consumăm apa vecinului. A sosedă nevine va tâncăr, meni az zeniem, megmarad? Cei că vom distruge plantele vecinului, dar ale mele vor rămâne. de asta e butasag. Ennek semne, intem în cutbola, în betiltanal. Cic că fântânile acestea din forare le-ar interzice. akkor engedném meg, hogyha ez duzzasztásból, vagy mit tudom én honnan származik. Nu știu de unde, să nu se ia din apa Bun, deci în această parte am înțeles că din sol afectează plantele, iar această apă freatică este absorbită de râurile care curg prin anumite zone, dacă aceste râuri își adâncesc albiile, adică dacă albia e mai jos, apa freatică va fi atrasă în râul respectiv, astfel va dispărea uh, apa din sol, iar plantele din jur vor muri cele care n-au capacitate să ajungă la apa freatică. Bun, atâta și pentru această parte. Până data viitoare, numai bine.